mindenki azt mondja, hogy kötelező a továbbjutás, de erről szó sincsen, a mai világban már senki ellen se lehet biztosan menni, úgyhogy itt az elkövetkezendő két napban komolyabban is fel kell készülni belőlük, és még egyszer mondom, nem szabad félváról venni őket. Hát egyelőre azt mondom, hogy annyit tudunk az albán csapatról, hogy van egy csatárjuk, aki jó formában van, igazából ennél többet nem nagyon, de pozitív dolog az például, hogy ők se tudhatnak rólunk sok mindent. Én azt mondom, hogy egy előjáróban olyan 50-50% esélyünk van a továbbjutásra, de így, ahogy mondtad, egy albán csapat ellen sem lehet biztosra menni, sőt, mi több nagyon nehéz mérkőzésre számítok. Sok mindent még nem nagyon tudunk róluk, amit interneten látunk, így videókat, azt megnéztük, de konkrét információkat meg nem nagyon tudunk róluk. Én amit gondolok, hogy biztos egy elég masszív brigád, ez a hajtós, rakkolós focit játszanak, biztos. Úgyhogy mindenképpen nehéz dolgunk lesz. Nagyon nehéz, két mérkőzésre számítok az albán csapatán, úgyhogy én még egyáltalán nem élem bele magam abba, hogy itt a Mahacskala gárdája fog érkezni. Gondolom minden játékos azt szeretné, hogy minél erősebb ellenfél ellen tudja azt megmutatni, amit tud. De egyelőre még nem foglalkozunk az Anzsival, tényleg ez a Flamurtari meccs lebeg a szemünk előtt, mert először rajtuk kell túllépni, és csak utána beszélhetünk az Anzsiról. Most játszottunk három edzőmeccset, nagyon nagy következtetéseket nem lehet levonni, mert elég sok próbajátékos érkezett, és inkább őket próbálta ki a szakvezetés. De én úgy gondolom, hogy a Rózsahegy elleni második félidőre tudnám azt mondani, hogy hasonlított valamire. Abból ki lehet indulni, és arra kell építeni. Úgyhogy remélem, hogy azt az arcunkat tudjunk majd mutatni Albániába is. Más játékrendszer lesz, mások az elképzelések, mások a játékosok. Én azt hiszem, hogy közel azt az eredményt meg tudjuk ismételni, amit tavaly. Tényleg teljesen mást kérnek, mint az előző stáb. Ezt próbáljuk megvalósítani, de még egy kicsit azt érzem, hogy kevés idő állt rendelkezésre, így az albán meccs előtt, úgyhogy egy kicsit több időre lett volna még szükségünk ehhez. Elég sok taktikai dolgot vettünk itt ebben a két hétben. Több szisztémára is meg szeretne minket tanítani, játékhelyzeteket lekezelni. Én azt mondom, hogy ez csak előnyünkre válhat, hogy több játékformát tudunk alkalmazni. De azt szeretnénk, hogy nem mi alkalmazkodjunk másokhoz, hanem mások alkalmazkodjanak hozzánk. Maradjunk a realitás talaján, azért ezt a negyedik helyet ezt nagyon nehéz lesz felül teljesíteni, de én azt mondom, hogy ha 4-től a 8. helyig oda tudunk érni, akkor az egy nagyon jó eredmény lenne számunkra. A Márkos azért jött ide, hogy itt a középmezőnybe bukdácsoljunk, hanem célokat szeretne elérni, és én úgy gondolom, hogy ez az állomány, ami most jelen pillanatban van, képes arra, hogy egy komoly eredményt elérjen, mert olyan játékosok alkotják, akik győztes mentalitásúak, úgyhogy mindenképpen szeretnénk minden jobb eredményt elérni.